Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Sikeres évet zártak. Közgyűlést tartott a dombóvári székelykör. Vírusfertőzések. Egyre több a beteg. Jogosítvány. Változtatna a szabályokon egy új tervezet. Fordított hangverseny. Rendezvény a Dombóvári Zeneiskolában. A dombóvári székelykör megtartotta éves közgyűlését. Sikeres időszakot tudhatnak maguk mögött, és mozgalmas évelé néznek az egyesület tagjai. A Székely civil szervezet elnökével beszélgettünk arról, hogy milyen napirendi pontokat fognak megvitatni. Az egyesületünk 2010-ben alakult meg, és azóta minden évben így évelején tartjuk meg az éves közgyűlést. A napirendi pontok a következők, megtárgyaljuk az előző évi megtörtént programoknak a menetét, élményeket, stb., meg a pénzügyi hátterét, és utána pedig ennek az évnek a programjait mondjuk el, és ennek a fedezetét, hogy miből tudjuk ezeket megvalósítani, ami már nagyjából meg is van. És ugye rákapcsolódunk a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének a programjaira, itt vannak olyan dolgok, amik minden évben megtörténnek, és már betervezhetőek, úgyhogy erről fog szólni. Az utánpótlás bevonzása és megtartása itt is komoly kihívást jelent. Már régóta probléma, és sokat foglalkozunk vele, nehéz mozgatni a tinédzser korosztályt, viszont mi arra gondoltunk, hogy kezdjük el az óvodában néptáncoktatást, és hogy valójában ezen keresztül lehetne egy kicsit bővíteni a létszámot is, meg hát fiatalítani. És ez úgy történt tavaly, 18 gyerek tanulta a bukovinai néptáncokat, idén pedig 40-en vannak, aminek nagyon örülünk, és a néptánc oktató Orlai Katalin nyugdíjas pedagógus szívvel lélekkel csinálja, úgyhogy van remény. Hella Ildikóval, aki alapító tagja a körnek, elmondta, hogy mennyire fontosak a bukovinai székely gyökereik és hagyományaik, ami miatt alapították a szervezetet, de az idei évre tervezett eseményeket is várja már nagyon. Az egész évi tevékenységünk nagyon kellemes volt. Sokrétű, sok érdekes tevékenységünk volt. Aztán most megint valami sok jó dolgot szeretnénk, valószínű, hogy lesz olyan is, hogy a csíksomlyói búcsúra is majd el fogunk menni együttesen. Hát azt majd ma meglátjuk, hogy mégis miket tervezünk. Programjaikkal idomulnak a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének idei terveihez is. A tavaszias időjárás következtében terjed az influenza járvány, valamint a lepkehimlővel fertőzött gyermekek létszáma is növekedett. Az idei évben kevesen oltatták be magukat a vírusfertőzés ellen, ennek eredményeképp egyre több a lázas megbetegedés. Úgy látom, hogy most nem régen kezdődhetett ez az influenza járvány, mert eddig volt mindenféle járvány, rotavírus, RSV, egyéb felső légúti vírusok, de most azt tapasztaljuk, hogy egyre több a magaslázas, tipikus influenzás tünetekkel jövő beteg. Úgyhogy most már itt van a nyakunkon, nem tudom, hogy van-e értelme az influenza oltásnak már ebbe a stádiumba. Sok a beteg. A fertőzés nem csak a felnőtteket érinti, hanem a fiatalokat is. Ezek a vírusbetegségek főleg a gyerekeket érintik. Teljesen különböző korosztály, tehát óvodás, iskolás. Talán a csecsemők kivételek ebbe, tehát önállók azért kevesebb ilyet látunk, de az óvodás, iskolás korosztály, bölcsödések, azok már érintettek. A lepkehimlő, más néven pillangóvírus, egy enyhe lefolyású betegség, amely főleg a gyermekeknél fordul elő. Kiütéssel jár a testen, és egy arcpirral, egy ilyen lepkeszerű arcpirral jár az arcon. Egy ártalmatlan vírusfertőzés. Ez az, ami tulajdonképpen kezelés nélkül is elmúlik, semmi teendőt különösebben nem igényel. De mivel fertőző vírusbetegség, ezért a közösségből azért ki. Tiltandó a gyerek. Az elhúzódó köhögések okozzák a legnagyobb problémát, ugyanis akiknél még ez tapasztalható, azokat nem engedik vissza az óvodákba, iskolákba. A doktornő szerint abban az esetben kellene otthon maradni a gyermekeknek, ha még fennáll az akut fertőzés veszélye.
Rövid híreink következnek. Változások léptek életbe a mai naptól Magyarország tömegközlekedésében. A vármegye és az ország bérleteken kívül az összes többi bérlet megszűnik. 700 ezer 6 és 14 év közötti gyerek is ingyen utazhat mostantól. 1 millió 14 és 25 év közötti fiatal számára biztosítva lesz a féláru közlekedés. Életbe lépnek a Vármegye 24 és Magyarország 24 nevű napi jegyek is. 280 ezer magyar fogyatékkal élő ember számára díjmentes lesz az utazás. 5 hektárnyi területen égett foltokban a nádas csütörtök délután Simontornya térségében. A tűzesethez a simontornyai önkéntes továbbá a Sárbogárd és Paksi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik egy vízsugár, puttonyfecskendők és kéziszerszámok segítségével oltották el a keletkezett lángokat. Az elmúlt hetekben sorra dőltek meg a meleg rekordok. A növények a tavaszt érezve fejlődésnek indultak, de a jövő hét közepén előreláthatólag lehűlés és fagy érkezik, ami veszélyezteti a korai csonthéjasokat, írta a Hungaromet ZRT. A hőmérséklet az ilyenkor szokásosnál 5-8 Celsius fokkal magasabban alakult, fagy gyakorlatilag nem volt az elmúlt 6-7 nap során. A nem belvizes területeken az őszi vetések már tavaszi fejlődésnek indultak az enyhe időben. A gyümölcsfák nedvkeringése is megindult. Az Európai Parlament támogatta a jogosítványokra vonatkozó uniós szabályok frissítését, mely egyebek mellett legalább 2 éves próbaidőt írna elő a kezdőjárművezetők számára. Úgy van, jelszünk, hogy elindulunk, és ha nem jön semmiért, akkor szépen ügyesen vár be, míg elmegy az autó. Az uniós parlament tájékoztatása szerint az újonnan elfogadott jogosítványra vonatkozó szabálytervezet azt célozza, hogy a járművezetők felkészültebbek legyenek a valós vezetési helyzetekre, tisztában legyenek a kockázatokkal, különösen a veszélyeztetett úthasználókkal kapcsolatban. Amiket ők szeretnének, hogy 17 évesen lehessen jogosítvány, szeretnék B kategóriára, 18 évesen C kategóriára, ez Magyarországon mind élnek. Pontosan ebből kifolyólag, hogyha 17 évesen valaki Magyarországon levizsgázik, Európában ezt a jogosítványt nem igazán használhatja. Próbálnának olyan változást behozni, hogy jeges úton, havas úton történjen a képzés. Az idei évben 2 olyan nap volt, amikor ezt a jeges utat ki tudtuk próbálni a tanpályán, az ABS-t bemutatni a tanulóknak. Tehát ez szerintem kivitelezhetetlen a magyar körülmények között, ha csak nem szimulátoros képzésre gondolkodnak. Az Európai Parlament a tagállamokra bízná többek között annak eldöntését, hogy kell-e a tapasztalatlan járművezetőknek legalább 2 éves próbaidőszakot teljesíteniük. Nem tudom, hogy mennyire kivitelezhető, amikor a 17 éves fiatal ember levizsgázik, és másnap a szülő odaadja neki az autót, hogy menjél a buliba. Tehát a szülő nem fog mellette autózni, és hát én szerintem kivitelezhetetlen ez a dolog. A 2 éves időszak alatt bizonyos korlátozások vonatkoznának az új sofőrökre, például szigorúbb büntetéseket kapnának a nem biztonságos vezetésért. Egy nagyon helyesnek tartom, mert nagyon sok a baleset, és ez lehet, hogy egy kicsit mérsékelni ezt a rengeteg halálos balesetet. Ezt tudom hozzászólni, nem tudok mást. Amilyen nagyon fontos lenne változtatni, hogy ne legyen annyi száraz út, akkor is rengeteg a baleset, hajtanak a fiatalok drága kocsikkal, ugye. Az EP képviselők nem támogatták az idősek vezetői engedélyének érvényességi idejének csökkentését, hogy elkerüljék a hátrányos megkülönböztetést. Szerintem jó lehet egy kis próbaidő, főleg a fiataloknak, de inkább én arra azt mondanám, hogy az öregeknek kéne, inkább ezt kéne szabályozni. 85 év felettieknek velük szokott inkább a probléma lenni. De a fiatalokra is oda kéne figyelni, hogy jó lehet egy ilyen próbaidő szerintem. Az uniós vezetői engedélyekre vonatkozó szabálytervezet ügyét a június 6-a és 9-e között esedékes európai parlamenti választások után megalakuló új összetételű európai parlament viszi tovább. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót. Kajtár Kristóf, az atlétikai klub Bonyhád sportolója 3. helyen végzett az U18-as fedettpályás magyar bajnokságon Nyíregyházán. A versenyző a 400 méteres síkfutásban a 2 héttel ezelőtt elért egyéni rekordját túlszárnyalta. 51,86 másodperc alatt ért célba. Edzője Csábrák János úgy értékelt, taktikus, jó futással és egy nagy hajrával a célegyenesben sikerült megszerezni a 3. helyet. Bizakodva várják a szabadtéri versenyeket. Tovább jutott a labdarúgó MOL Magyar Kupa legjobb 8 csapata közé a Paksi FC gárdája. A Tolna vármegyeiek az Újpest otthonában diadalmaskodtak.
Hosszabbítás után 2-1-re nyerték meg a mérkőzést Könyves Norbert találatával. A paksiak a kupasorozat következő fordulójában a másodosztályú Vasas alakulatával találkoznak április 3-án. Négy játékossal erősítette meg keretét a Szekszárdi UFC labdarúgó csapata a téli átigazolási időszakban. A vármegyeszékhelyi együtteséhez Keresztes Zalán, Ulbert Renato, Kozma Roland és Járfás Gergő érkezett. A szekszárdiak következő mérkőzésükön a harmadosztályú bajnokság délnyugati csoportjában vasárnap 14 órától az MTK Budapest második gárdájával találkoznak. A rendhagyó hangverseny már több, mint 10 éve nagy sikernek örvend. A Dombóvári Zeneiskola éves rendezvényén jártunk. A Dombóvári Evangélikus Iskola alapfokú művészeti iskola tagintézménye megrendezte a fordított hangversenyüket. Az intézmény igazgatóját kérdeztük a rendezvényről. Már nagyon-nagyon hosszú évekre visszanyúlóan, egyedül a Covid idején volt egy kis szünet, de azóta is rendíthetetlenül tartjuk ezt a fordított hangversenyünket, ahol megcserélődnek a szerepek, a gyerekek veszik át a házigazdát, házigazda szerepét ők készítik a plakátokat, a díszítést, ők fotóznak, ők a konferálók, tehát igazából ők tényleg a házigazdái a rendezvénynek, és a kollégák, tehát a tanárok, akik egyébként meg fordítva szokott lenni, ők úgymond a főszereplők, illetve nem főszereplők, mert a gyerekek is főszereplők, mert mindenki más szerepbe kerül, de mégis a kollégák is az aktív zenész életüket meg tudják mutatni. Hella fuvolázni és gitározni tanul az iskolában. Nagy vágya egyszer zongorázni is megtanulni. Megkérdeztük tőle, hogy a rendezvényen mi volt a feladata. Az volt a feladatunk, hogy még nem volt feldíszítve a terem, és díszíteni kellett, és át kellett ugye öltözni, és konferálni kellett. A 371 növendéket oktató iskola idén is teltházzal rendezte meg a már hagyommánnyá vált koncertjét. Regionális híreink következnek. Hatékonyság és versenyképesség növelése. Az agrárpolitikáról tartottak fórumot Baranyában. Daganatos megbetegedések. A megelőzés fontosságáról is beszélt Pécsi Balázs onkológus Kaposváron. Barlangok hónapja. Gazdag programok a Szabaligeti és a Tetyei Méztufa barlangban. Előre kell menekülni a jelenlegi helyzetben a gazdáknak, mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke Sejjén. Györfi Balázs szerint ezt segítik azok a források, amelyekre ebben a pénzügyi ciklusban lehet pályázni. Az elnök szerint most szintet léphet a magyar mezőgazdaság. Megtelt a Sejjei Művelődési Ház nagy terme szerda délután. Szakmai fórumot tartottak a gazdáknak. A terület országgyűlési képviselője azt mondta, két fontos dolog határozza meg ma a mezőgazdaságban dolgozók életét. Ezeken mindenképpen változtatni kell. Az Európai Uniós szabályozást azt mindenképpen újra kell gondolni, mélységileg is, tartalmilag is. A másik pedig, amit talán leginkább nyomaszt most minket, hogy az ukrajnai válsághoz kapcsolódó árudömping az milyen hatással lesz közép és hosszú távon nem csak a magyar, hanem az európai gazdákra, illetve a magyar agrártámogatási rendszernek erre milyen válaszokat kell adni. A magyar ország szempontjából ez a fórum is tulajdonképpen nagyon fontos dolgokról fog szólni, hiszen ezek azok a kérdések, amik most a mindennapjainkat meg fogják határozni. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara volt az esemény egyik szervezője. Elnökük beszélt a fórumon arról, hogy milyen pályázati lehetőségek adódnak most a gazdák előtt. 69 pályázat kerül az idei esztendőben kiírásra. Ezek szinte az ágazat minden részét felölelik, lesznek fejlesztési támogatások, lesznek vidékfejlesztési, településfejlesztési támogatások, lesznek gazdaságátadási támogatások, erdészeti támogatások, és talán mondhatom, hogy szinte minden, és annyiban kiszámíthatóvá válik a rendszer, hogy két évente ugyanezeket a pályázatokat az agrártárca ki fogja írni, tehát aki most lemaradt, vagy még nem készült el, az számíthat arra, hogy két év múlva újra megnyílnak ezek a lehetőségek. Ezekhez pénz is lesz, hiszen jelentős forrás kerül a hazai mezőgazdaságba. 2900 milliárd forint az, ami rendelkezésre áll, ez egy őrületesen nagy összeg. Ennek a bölcs felhasználása azt eredményezheti, hogy a magyar agrárélelmiszergazdaság szintet léphet, komoly versenyelőnyre tehet szert, hogy az eddig felhalmozott verseny hátrányt le tudja dolgozni.
felelősségünk, hogy a gazdálkodók minden lehetőséget megismerjenek, és első kézből hallják azokat a megnyíló pályázati forrásokat, amelyek ezt az előrelépést számukra biztosíthatják, és nyilván nekünk is fontos, hogy visszacsatolást kapjunk a gazdálkodóktól, hogy az elvégzett munka, illetve a tervezett feladatok azok számukra mit jelentenek. Györfi Balázs azt mondta, a jelenlegi helyzetben előre kell menekülni. Fejleszteni kell, hogy növekedjen a magyar agrárium versenyképessége, a gazdaságok hatékonysága. Ezt szolgálják a most megnyíló pályázati lehetőségek is, amit a 2027-ig tartó pénzügyi ciklusban lehet majd felhasználni. Az életmód káros hatásai, a szűrővizsgálatokon való részvétel fontossága és a daganatos megbetegedések modern kezelési módszere is téma volt Kaposváron, ahol Pécsi Balázs onkológus tartott előadást. Egészen elől jár Magyarország a daganatos megbetegedések számában. Erről is beszélt Pécsi Balázs Kaposváron. Az onkológus, onkoradiológus szakember kiemelte, ma már az egészen fiatal korosztályt is érinti a megbetegedés. Népbetegség természetesen a második leggyakoribb halálok, sajnos a tendenciák nem jók, a magyar mutatók Európában a legrosszabbak, egyre több a beteg, egyre fiatalabbak a betegek, és a modern kezelés hatására egyre tovább élnek a betegek, tehát ennek megfelelően egyre több beteg ember van közöttünk, aminek megvannak a társadalmi, gazdasági és egyéb más vonzatai. Az arányok a régiek, tehát a tüdőrák az még mindig abszolút módon kaszál, hölgyeknél sajnos az emlőrák, és nem tudunk javulást elérni, és azon kívül a harmadik a vastag béldaganat, ami hát szintén egy nagyon jelentős szekciót jelent. Ez gyakorlatilag ez a három a kétharmada a daganatos betegségeknek. A genetika, a helytelen életmód és a környezeti hatások egyaránt befolyásolják a betegség kialakulását, mondja a szakember. Vannak genetikai alapú betegségek, ahol maga a betegség öröklődik, vagy a betegségre való erős hajlam családi halmozódással, ez azért a daganatos betegségeknek a kisebbik hányadát jelenti. Ezek elsősorban a fiatalabbkori daganatokért felelősek. Aztán ahogy nő az életkor, úgy csökken a genetika jelentősége, és megérkezik a külső hatásoknak a jelentősége, ami most azért alapvetően ez a domináns része, és ennek pedig egyetlen egy oka van. Nem tudjuk, hogy mit eszünk, mit iszunk, mit szívunk be. Az egyik legnagyobb negatív faktor például maga a levegő. Az a levegő, amit beszívunk, és erről elég nehéz lemondani. Ma már szinte minden betegséghez kapcsolódik egy-egy szűrési módszer. A vizsgálatok rendszeressége és a korai felismerés pedig életet menthet. Hazánkban azonban nagyon rossz a szűréseken való részvételi arány. Szűrővizsgálat egyike azon dolgoknak, ami szerintem egészen jó, ami történt az egészségügyben. Megvannak a lehetőségek, ugye az emlőrákszűrés, méhnyakszűrés, bevezették most ugye a székletvérvizsgálatot a vastag béldaganatok vizsgálatára, a prostata vizsgálat is, a prostata is szűrhető, a tüdőrák is elméletileg szűrhető lenne. Ami probléma, hogy nagyon-nagyon alacsony a részvétel, és olyan alacsony a részvétel, hogy hiába szűr ki a szűrés több nagyon korai beteget, az összstatisztikákon nem sikerül érdemben változtatni. Tehát azt, hogy azt várjuk, hogy a szűrés hatására több korai daganat lesz, és ebből több lesz a gyógyult beteg, az nekünk nem jött össze. Néhány kulturálomban igen. Az ingyenes előadással a tájékoztatás volt a célja az első kaposvári Lions Club vezetőségének. Az emberek általában nem szeretnek, csak akkor mennek orvoshoz, amikor már baj van. És a megelőzés az egy nagyon fontos dolog ebbe a típusú betegségbe. Azt hiszem az országban szinte előkelő helyet foglalunk ebbe a betegségbe el, és ezért gondoltuk, hogy ez egy nagyon fontos, hogy hiteles orvos mondja el, hogy mi a mi feladatunk, amikor még nem késő, és hogy információkat kapjunk a teendőkről. A klub elszántan próbál tenni az emberek tájékoztatásáért, emellett már számos alkalommal nyújtottak segítséget is rászorulóknak. A mostani kaposvári előadásra a megye minden részéről érkeztek érdeklődők. Barlangok hónapja indul márciusban országosan. A Duna-Dráva Nemzeti Park igazgatóság az Abaligeti és a Pécsi-Tettyei Méztufa barlanghoz szervez programokat egész hónapban.
Rendhagyó programokat tartanak Magyarország barlangjaiban, olyanokat, amelyek segítenek megérteni a barlangok kialakulásának folyamatát. Ez történik térségünkben is márciusban a barlangok hónapjában. Erről beszélt Komlós Attila, a Dunadráva Nemzeti Park Igazgatóság marketing és kommunikációs munkatársa. Az élővilágot, a barlangi állatokat, denevéreket és egyéb élőlényeket, valamint olyan kapcsolódó programok is vannak többek között nálunk a mecsekben, amelyek a barlang környezetében, a Zabaligeti barlang felszínén mutatják be az élővilágot, azt a területet ismertetik meg a közönséggel, ahol a víz összegyűlik, majd a mélybe szivárog a barlang belsejébe. Az Zabaligeti barlangban és Pécsen a Tettyei Mészszufa barlangban lesznek érdekes ismeretterjesztő programok. A szokványos túrákhoz képest nagyobb élményben lehet része a látogatóknak. Avat be az eseménysorozatba a szakember. Az Zabaligeti barlangban rendhagyó biológiai, illetve földrajzi foglalkozások lesznek. Egyrészt a barlang kialakulásának folyamatát lehet részletesebben megismerni, egy szokványos túrához képest mindenképpen alaposabban körbejárjuk a témát, valamint lesz egy olyan program Zabaligeten, ami arról szól, hogy milyen a barlang a természetes vadságában, amikor nem világítanak a lámpák a barlang folyosóján, hanem fejlámpával, zseblámpával, mint a felfedezők járhatjuk végig a Zabaligeti barlangot. A Mészszufa barlang március 16-án nyit minden évben, így idén is. A megnyitó eseménydús lesz, érdemes részt venni rajta. A barlang óránként induló vezetések során ismerhető meg. Egy természeti, illetve kultúrtörténeti egyveleg, ahol rengeteg információhoz juthatnak a látogatók, és hát különleges élményben is részesülhetnek. A programok egy része ingyenes, de a fizetősek ára az infláció mértékében magasabb lett. A hónapos rendezvényről bővebb információ a www.ddmp.hu weboldalon található. Végül mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Sikeres évet zártak. Közgyűlés tartott a dombóvári székelykör. Vírusfertőzések. Egyre több a beteg. Jogosítvány. Változtatna a szabályokon egy új tervezet. Fordított hangverseny. Rendezvény a Dombóvári Zeneiskolában. Szombaton a Dunántúl felett szakadozottabb felhőzet mellett napos időszakok is várhatóak. Elvétve kialakulhat futózápor eső. A délkeleti szél napközben általában gyenge vagy mérsékelt lesz. Vasárnap élénk, erős lökésekkel is kísért déli széllel ismét enyhébb légtömeg érkezhet. Napsütéses idő kialakulása a legvalószínűbb. Hétfőn már egy gyenge hidegfront alakíthatja az időjárást. Jelentős eső nem várható. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!